öröm ezt látni, mert lehet látni, hogy még a hátrányos régiókban is igenis okos. Igen. Okos az emberekkel szolgálni képes politikával azért lehet előre jutni. Karácsony Gergely főpolgármester látogatott el pénteken délután a Nyírbátori Ipari Parkba. Máté Antal Nyírbátor polgármestere mellett Tóth Viktor szocialista politikus, az MSZP Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje látta vendégül Budapest első emberét. Tóth Viktor azt mondta, újabb 2000 munkahelyet szeretne létrehozni az ipari parkban. Vállalom, hogy a miniszterelnök jelöltel jövőre közösen összefogva további 2000 munkahely teremtését garantálom és segítem elő ebben a térségben, hiszen nagyon fontos, most is 179 településnél járnak be ide dolgozni naponta több mint 6000-en. A másik nagyon fontos dolog, hogy szeretném az oktatás színvonalát, illetve az egészségügy színvonalát minőségébbé tenni a térségünkben. A minőségi oktatás az óvodától, az általános iskolán keresztül, a középiskolán át egészen az egyetemig, az egészségügy helyzetét stabilizálni, megerősíteni, és ami szerintem nagyon fontos is minden településnek, kistelepülésnek fontos, érintett, érzékeny területe, az a nyugdíjas ellátás. Karácsony Gergely, az MSZP Párbeszéd miniszterelnök jelöltje arról beszélt Nyírbátorban, hogy országosan kiterjeszteni azt a gazdaságfejlesztési modellt, amit Nyírbátorban tapasztalt. Véleménye szerint átgondol stratégiával magas hozzáadott értékű, környezetbarát és jól fizető munkahelyeket lehet teremteni. Ez az ipari park egy nagyon fontos és pozitív példa arra, hogy olyan régiókban, ahol az ember azt gondolná, hogy nehéz idehozni beruházókat, kiderült, hogy ha van átgondolt koncepció, akkor ez mégiscsak működhet. És polgármester úr mondta nekem, hogy a Nyírbátor első Európai Uniós pénzből megvalósított beruházása az ennek az ipari parknak az infrastruktúrális beruházása volt. Ez mutatja azt, hogy a város mennyire perspektívikusan gondolkodott. Én is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azokban a régiókban, ahol kevés a munkahely, és főleg kevés az a munkahely, ahol jól fizetést tudnak kapni az emberek, hogy ott gondolkodjunk ilyen típusú megoldásokban. Én ezt egy nagyon pozitív példának gondolom, és tudom, hogy az elkövetkező napokban is lesznek újabb beruházások, amik itt megvalósulnak. A főpolgármester a Nyírbátori Ipari Park után részt vett a Pártszövetség Nyíregyházi Fórumán is. A Bújtosi Városligetben jelen volt Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, és Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselője is.